Sziasztok! Folytatódik a Bioshock Infinite, és ebben az epizódban rögtön azzal indítunk, hogy a temetőben leróljuk kegyeletünket Elizabeth anyja előtt. Elég kísérteties. Hát te ki vagy? Rest in peace. Last sister. Lutis. Hát ez meg... Ezeket itt a temették, vagy mi? Vigor. Nincs itt semmi látnivaló. Hopp, ott meg valami van. Ja, ez csak egy ezeket. It's your mother's grave. They have her preserved in an airtight chamber. Her fingerprints will get us into Comstock House. She's your mother. A mother who abandons their child doesn't draw a lot of sympathy in my book. Take a moment to think about it. There. Will you open the door or do I have to go with that? Elég jól konzerválták, úgyhogy megpróbáljuk innen az új lenyomatait elvenni. Na, mi fog itt történni? It's her. How are you, mother? All locked up in there, huh? Kicsit mérges Elizabeth az anyjára. Let me do it. No. Let me do it. Na jó, nyissuk ki. Hát ez meg... Csapda! Mi történik? Isten, mi jön itt? Ezek a mikrofonok elszívják Elizabeth erejét. Júj! Ez meg mi a rák van? Elizabeth? Are you all right? Where did she go? Hold on, you need to rest for a minute. No, I'm getting that hand. Elizabeth, why is your mother a ghost? Szellem volt. She's not. He used me to power that device. He opened up some kind of tear. Másik dimenzióból áthozott egy szellemet, vagy mi? Az Ávos Hölgy legendája. Na lássuk. Úgy tűnik, hogy ezek a... Ójjaj! Ops, kifogytunk. Szóval ez mit csinál? Felé lesz mindenki? Nem jó. Ujjaj. Na gyorsan a pajzsot visszatöltjük. Ó, hát itt a végtelen ellen a harcokban az úgy tűnik, hogy folyamatosan kelti fel a szellemeket. Azt a nem jóját. Muszáj fegyvert szereznem, ez kifogyott. Take this moment of my heart!
Elizabeth tudás shotgunnal. Hogy ez még jobb. Hopp. Basszus. Kemény ez a szellem. És gondolom most teljes életerővel. Rakéták. Ó, hát csak ez hiányzott. Jaj, ne! Áh! No, 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 Booker! Hú, hát ez a szellem nem szarral gurigázik. Na, itt a kedvenc fegyverem. Jó lesz ez, jó lesz most már. Jó, medkit. Az is vagyon. Jó, most akkor vigor utánpótlás kell. Hol ez a szellem? Jó, közben show tempót lesz. Azt a nem jója. Ó, valaki hátba lőtt. Ez egy jó rész lesz, én úgy érzem. Szellemírtás. Onnan lőnek rakétával. Ja, és meg is sikerült kifagynom a lőszerből. Ura. Ez meg majdnem teljesen felgyógyult. Atyám! Valahogy lőszerhez kell jutnom. Valakit még lőnek ott itt. Yes. Tudjuk, hogy már minden létező módon kiverítettem a hullaforrását, mert ez feltámasztja a holtakat. Ajjaj. Kezdek kiberülni. Közben ez a furcsa gramofon zene. Ujjaj. Ujjaj. Na, egy kis só. Jó lesz ez, jó lesz. Tártanom kell a távolságot tőle. Pajzsot megvan, hogy visszatölt. Bemegyek a sarkon. Ah! Ghostbusters! My God. Is she the source of my power? But what is she? Alive or dead? Why do you ask a what? When the delicious question is when? The only difference between ezek past and present is semantics.
Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was, what reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She's both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without comprehension. It's a dangerous combination. Look! Footsteps. She goes to unfinished business. We have to follow her. Convince her to open the gate to Comstock House. A saját sírjukat ássák. Ah, Istenem, de parák ezek. És majd még lehet vissza kell jönni. Egy darab lőszerem maradt ebbe a pisztolyba. Ó, itt is van valami. Ja, itt is van még pár kit. Viszont más nincs. De hol van? Megy ez. Na, hát a szellemírtás megvolt. Most már nincs más hátra, mint sem, hogy végre bemenjünk valahogy Comstock házikójába, bár nem tudom, hogy ez a kis szellemjárás mi cél szolgált. Minden esetre most Elizabeth anyjának, Comstock feleségének a szelleme is itt grasszált. She doesn't seem all that cooperative. There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Well, they're sarcastic. Azt mondják, hogy off about Lady Comstock. Van valami titok. Amit Comstock ebben a világban elrejtett. Ó, és itt vannak a szellemek a lábnyomai, amit követnünk kell. Nézzünk először erre. Viszont ha valakinek van képességében az, hogy az teret és az időt manipulálja, akkor az fel tudja fedni ezeket a titkokat. Mit ad Isten velünk, pont van egy ilyen személy. És hogy nem lesz itt probléma, én úgy érzem. Ja, és a szellem az itt erre fele jön. Dollár Bill. Na, és... egy jó öreg géppuska. Kedvencem. Még egyre maradok ennél a bum-bum ágyunál. Kösz. Na jó, nézzük, mivel állunk szemben. Hogy betörtek. Na jó, szerintem ezt meg akarom babonázni. Ha nem bújna fedezékbe galád módon. Na, segíts! Na, van itt még valaki, akit ki kell pusztítani? Sure thing. I'll wait down here. Mi mást is tehetnél? Van itt egy gyógyító felszerelés. Az jó, azt szeretjük. Na, reméljük, hogy lesz valami jó dolog. Hát ez jobb talán. Hosszú távra ez csak közelre hat.
ide megy, és kinyitották itt a letűz testvéreknek a házát, talán tudom azt mondani. Na jó. Gyerünk, Elizabeth. Na, itt a letűz labor. Itt fedeztek fel nagyon sok mindent, ami Kolumbia történelméhez kapcsolódik. Többek között, hogy hogyan lebegtethetik ezt az egész kócerájt. Meg ezeket a réseket a térben és időben. Na és itt van valami. Nézzünk itt egy kicsit körül. Itt Elizabeth kinyitná a dolgot. Ó. Oh. Comstock seems to have been made sterile by simple exposure to our contraption. A theory. Just as sexual reproduction can de-emphasize the traits of each parent, so goes the effect of multiple realities on our own. Your traits dissipate until they become unrecognizable or cease to exist. Mondtak, hogy Comstock a tigrek használata miatt így sterilizálódott, magyarul így elvesztette a nemzőképességét. És ezáltal ugye szép lassan az ő kis génállománya az ki fog halni, mert ugye nem tud utódokat nemzeni. Jól fogalmazzak. Még megnézzük az emeletet. Hát itt is lesz valami. Hát itt csak ilyen masinák vannak mindenfele. Turbinák, meg a feleség tudja, hogy mik. Ágyikó. Ó, itt is van valami. Comstock has sabotaged our contraption. Yet, we are not dead. A theory. We are scattered amongst the possibility space. But, my brother and I are together. And so I'm content. He is not. The business with the girl lies unresolved, but perhaps there is one who can finish it in our stead. Na, pajzs. Jó lesz az. Na, valami olyasmit mondott most meg, hogy Comstock szabotálta a kísérletüket, és akkor így beragadtak, így szétszorva így a különböző valóságok között a Letus testvérek, és valahogy meg akarják állítani Comstockot, de ők már nem tudják, de valamit keresnek, akik helyettük megállítják, de gondolom ez mi leszünk. Na jó, Elizabeth, hajrá! You are! That's my mother! I assure you, madam, my sexual interest in your dear prophet is non-existent. Madame Lutas. Furthermore, the man is quite sterile. It's a lie. Come here, you little bastard! I want you out of my house! Sterile. They weren't my parents. Then what were you to them? A child that they decided to imprison. She deserved whatever Comstock did to her. Úgy tűnik, hogy volt egy kis veszekedés. She's almost feral. It's like she's a reflection. I don't know. Na, ugye, magnetet meg szalag. Lady Comstock seems to believe the child is a result of some errant act of carnality between myself and her beloved prophet. I told the poor woman the truth, that the child was a product of our little contraption, but I think she found that less believable than her delusion. Na, tehát úgy tűnik, hogy ez a Letus doktornő és Comstock összeszűrték a levet, és ez Comstock feleségének nem tetszett. De mivel Comstock nem tudott már gyereket csinálni, ezért valami más módot találtak erre az egészre.
Na tessék megint. Nézzünk el erre. Szellemek vezessenek utamon. Itt is balhé lesz szerintem. Tírt. Visszamegyünk a bankhoz. Tűnik. Na, kuc-kuc, Elizabeth, kuc-kuc. Jaj, már megint ezek a madaras emberek. Egy madárember kilőve. Go ahead. Sure thing. Lesz egy ágyunk. Aj, még egy madárember. Na, azért egész halálosak vagyunk már a madár emberekre nézve. Open it. On it. Kifogytam. Lőszer utánpótlás. Te is gyere ide! Mondhatni, hogy állat vagyok. Na most, hogy megint egy félvárost leírtottam. Úgy érzem, hogy... kezdek nagyon imba lenni. Na innen özöllött ki ez a raklapember. Jaj, már megint itt rendet raktak. Hulla hegyek. Júj! Kezdünk a dimenziók között enyhén durván ugrálni. Ezeket mit ha már néztem volna. Kis epilepszia veszély. Irány a bank.
Na, de viszont szerintem a banknak már egy külön epizódot kerítek, úgyis a játék elején a szellemmel elég sok idő elment, úgyhogy innen fogom folytatni a bankban lévő titkok felfedezésével, és akkor a következő epizódban remélem már felfedezem végre, hogy milyen sötét titkokat próbál Comstock elkendőzni előlünk. Hopp, egy dollár bill. Jó, azért veszek lőszert. Még előtte. Ó, harc. Na, kettő az egy ellen. Van itt erősítés. Na, még egy ilyen kis gyors akció, hogy levezetés gyanánt. Van azért itt ellenállás, nem mondom. Oké, akkor közelebb húzom őket. Ennyit a boxról. Na, hol a következő áldozatom? Na, még volt itt egy kis közjáték, így a vége előtt. Most viszont már tényleg azt kell mondjam, hogy innen fogom folytatni. Na, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A Safe-től folytatjuk. Sziasztok!